Dr. Milesz Sándor országigazgató személyes kezdeményezésére 2015. március 20-án a Forever munkatársai egy körülbelül 8,5 km hosszú kék békeszalagot húztak ki. Egy adott pillanatban pedig egyszerre emelték a magasba az orosz, illetve az ukrán nagykövetség épülete között a magyar parlament épületének közbeiktatásával. Ezzel az akcióval szerettük volna szimbolikusan kifejezni a Magyarország szomszédságában zajló események békés rendezése iránt is. Mindannyian a béke kék színébe vagyunk, mint a béke misszió vezetője, hogy értékeli ezt a kezdeményezést? Azt mondja, hogy mindenki a béke színébe van öltözve, és örvendek, hogy ilyen jó ötletetek volt, és ezt megmaradtatok. Kompania Emale Botrore Forever Living. Köszönjük a Forever Living cégnek. Ecila dit sjell në familjet Budapestit dhe shumë familje botërore vlera nga më të mirat. Hogy a budapesti családok életébe egy új szint hozott, a béke színét hozta. Sjell pi energjike, po sjell edhe energjinë paqes. És nem csak dashurisë dhe harmonisë midis njerëzve. Nem csak az egészséget, nem csak a fitséget hirdetitek, hanem ezáltal a békét is. Még egy gyors kérdés, hogy ragadós lesz ez a példa? Nekem nagyon tetszett ez a kezdeményezés, és a népeket összehozta, és ugyanakkor tudom, hogy összehozta a különböző vallási felekezeteket is. Nem csak a keresztény hitet, hanem összehozta a muzulmánokat, összehozta különböző más felekezeteket, és ezáltal tudjuk, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk a békéhez. Mi most egyet fuqishme jepe dhe komunitetet muslimane i Shqipërisë dhe i Kosovës dhe komunitetet muslimane të Ballkanit këtij aktiviteti sot. És örvendünk, mert mikor eljöttünk, az albán muszlim közösség is küldte az üdvözletét felétek. Köszönöm. És ez azt jelenti, hogy mindenki harcol a terrorizmus ellen, és azt szeretné, hogy ezek a különböző népek összefogják egymást közé. Dhe këtu ky u përshëndet ky fakt nga Papa Francesco. Kell tudjátok, hogy Albániában nincsenek se feledkezeti különbségek, se vallási különbségek, és ezért örvendünk, hogy ti is ilyen jó dolgot csináltok. Balkáni, Európa, dhe bota i kanë syt nga Hungaria, nga Budapesti. Biztos vagyok benne, hogy az egész Balkán és a félvilág most Magyarországra tekint, és tetszik ez a kedvezmény. Kemi már përshëndetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë aktivitet, nga Amerika Latine. És az Egyesült Államokba is tudnak erről az aktivitásról. Edhe nga vende si Nigeria, ku sot ka luft, përsëri kemi përshëndetje për këtë aktivitet pashë, ka që bukur. És még Nigeriából is kaptunk üdvözletet, ahol mi tudjuk, hogy még most is harc folyik, és köszönjük szépen. Sándor, megcsináltad, elégedett vagy? Igen, nagyon jó a csapat, szerintem a világ legjobb csapata, a szenzációs a társaság. Köszönöm mindenkinek egyenként, ti vagytok a legjobbak a világon. Igen. És akkor kaptad a rádión a fülest, hogy nem volt sehol luk, nem volt. Mindenütt nagyon jól ment, nagyon jól felkészültek, és hát nagyon szépen itt szeretném megköszönni a BRFK-nak, a polgárőrségnek, és mindenkinek, katasztrófavédel, aki csak élt és mozgott, a lovagoknak, váltai lovagrendnek, nagyon-nagyon sokan segítettek nekünk, és egy nagyon jó kis rendezvényt sikerült létrehozni, és még galambos Lajcsi is trombitált nekünk. Reméljük, hogy senki nem bosszankodott, mert itt
és akik dudáltak, Lajcsi visszatrombitált nekik, és akkor rögtön jobb kedvel fogták. Hát itt próbáltuk jót kedvet csinálni erre a néhány perce, igazából csak egy ilyen felhívás jellege volt, hogy tényleg legyen már béke és nyugalom. Legyen. Legyen. Lajos, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Azt mondd meg, hogy miért mondta azonnal igent erre a rendezvényre. Mert a békés rendezés az a célja a rendezésnek, és a rendezvénynek. És a békés rendezés az tényleg nagyon fontos. Az én gyerekeim úgy nőttek föl, hogy közvetlen közelben a háborút nem ismertek, és azt szeretném, meg a világ, jobb ez a világ békében. Tehát én azt gondolom, hogy én egy ilyen béke, nagy békepárti vagyok. Azt mondják, hogy szerencsénk van, hogy 70 éve nem volt Európában, Nyugat-Európában háború. És az jó lenne, ha még ez nagy. És nagyon jó lenne, ha még nagyon sokáig nem lenne, sőt egyáltalán nem lenne. Mert azért a világon annyi jó dolog van, és látom, hogy ez egy nagyon komoly, hát több mint 1000 ember. Igen. Hát ne viccelj. 11 kilométeres szalag. Egy ilyen, mert mindig részt veszek. És ha ezzel csak egy porszemet hozzátehetünk a békés rendezéshez, akkor már boldogok vagyunk, azt gondolom mindannyian, a szervezőkkel, és természetesen tudtam, hogy a Sándor olyan dologra hív, ami komoly dolog, tehát ami komoly dolog, és amikor meghallottam, hogy mindenféle politika mentes, akkor úgy örültem is egy picit. Köszönjük szépen!